El tudod mondani, hogy mit csinál egy tűzoltó? Tűzet volt. Azért oltja el a tűzet, hogy a erdőben ne terjedjen tovább a tűz. Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2021-ben is meghirdette az alkotói rajzpályázatot óvodásoknak és iskolásoknak. Olyan alkotásokat várnak, amelyeken keresztül a gyerekek megmutatják, hogy hogyan látják a tűzmegelőzést, a tűzvédelmet, a tűzoltók munkáját. A területi versenyen első helyezést elért alkotások bekerülnek az országos versenybe. A pályázatnak a célja az annyi, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek egy kicsikét a tűzoltói hivatáshoz, és fontos, hogy megismerkedjenek ezekkel, és később majd a megelőzés révén is ilyen szinten bátrabban fel fognak tudni lépni. Nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy már ilyen óvodás korban is nagyon sokan tisztában vannak a 112-es központi segélyhívó telefonszámnak az információival, amely még felnőttek is nagyon sokszor elfelejtenek. Ezt Tolna megye pedig rendre nagyon szépen, nagyon szép eredményekkel zárt. Ez egy felmenő szintű verseny, ami azt jelenti, hogy országos szinten is az első dobogós helyezések azok szépen majd további megmértetésben vesznek részt. És nagyon szépen tavaly is a Tolnán a Wosinski Móra Általános Iskolával, illetve a Wunderland németi nemzetiségű óvodával pedig az ország legaktívabb intézmény címet elnyerték. Valamint én annyit javasolnék még így a szülőknek, nyilván erre szükség van egy kis csapatmunkára, hogy ide pedagógusokkal karöltve segítsék és még támogassák a gyerekeiket. Tavaly például COVID idején is nagyon-nagyon szép számban érkeztek ezek a rajzok, úgyhogy én bízom benne, hogy idén is ezeket a címeket Tolna megye se beheti majd be. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt is elmondta, hogy az Országos Tűzmegelőzési Bizottságnak van egy megyei szervezete is, amely igyekszik a különböző kampányok kapcsán felhívni az óvodások és a kisiskolások figyelmét arra, hogy hogyan kerülhetők el például az otthoni tűzesetek. De nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy már tényleg az óvodások is, főleg a kicsiket, a nagyobbakra számítunk ilyen szinten. Otthon már tudják azt, hogy mit jelent az, hogy szeretéve hulladékot gyűjtsenek, mi az a komposztálás, mire kell figyelni például egy elektromos vezeték kapcsán, tehát már jóval szélesebb tudással rendelkeznek, és ezt ilyen kiskorban kell elkezdeni, ezt a fajta oktatást megalapozni. A szekszárdi Wunderland óvoda már 2016 óta vesz részt a rajzpályázaton. Hefner Adél intézményvezető szerint nem csak a gyerekek élvezik ezt a munkát, hanem a pedagógusok is nagy örömmel álltak a projekt mellé. Eddig minden évben elnyerték a legkreatívabb óvoda címet. Először csak megyei, tavaly viszont már országos szinten is, ami azt jelentette, hogy az óvoda készítette a legtöbb alkotást a rajzpályázatra. Az első időszakban a gyerekek a jutalomként, a pályamunkájuk eredményeként megismerkedhettek a tűzoltóknak a munkájával, kihelyezett tűzoltónapot tartottak itt nekünk az oviban, illetve a tűzoltóságon tehettek látogatást. Ez járt még ugye az oklevél és az óriási nagy kupa mellé, és tavalyi évben először a budapesti nagy cirkuszban kaptak lehetőséget a katasztrófavédelem és a tűzoltóság jóvoltából, hogy részt vegyenek egy cirkuszi előadáson. Az óvodapedagógusoknak köszönhetően a legkisebbeket is belevonják az alkotásba. Szólhat a rajz a tűzoltók munkájáról, tűzmegelőzésről, erdőtűzről, vagy akár lakástűzről is. Egyetlen kitétel van, hogy szabadkézi rajzot kell beadni pályamunkának. És akkor kit kellett hívni? A tűzoltó. És mit csinál ez a tűzoltó akkor a tűzzel? Elolt. Mivel tudja eloltani? A slagban. Hát mi van abban a slagban? Csak úgy bizony, vízzel. És ilyen magas lezen. Meg koroltóval. Az nagyon ügyes vagy. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően beszéljenek a tűzmegelőzésről, a tűzhasznáról, illetve a veszélyeiről is. A pályamunkák leadási határideje október 15-e.